Valóban ez a cím, hogy nyelvtanulag ez hogyan működik, azt nem tudom, ez kicsit ilyen orwelli cím, ugye? Ez arról szól a történet, hogy a múlt fölött is volna esetleg hatalmunk. Hát az valójában az a rekonstrukció, aminek egy új hulláma van, úgy tetszik, Európában, vagy esetleg világszerte, de én azzal kezdeném, hogy azzal azt mutatnám meg, hogy mennyire új ez a hullám, és egyáltalán miről szól. Ugye kezdeni ezzel, van egy két üres díja, az csak nekem szól, hogy tudja, miről fog beszélni. Itt mutatom Carcassonne, francia középkori várost, ugye a középkor után lehet tenni azért egy kis kérdőjelet, hogy ez pontosan arról szól, hogy amikor a műemléki gondolat megszületett Európában, viszonylag az első között Franciaországban, ugye most nem megyek viszonylag a történetében, akkor a műemlék restaurálások első, vagy helyreállítások első generációja, most már utólag úgy hívjuk, hogy purista műemlékhelyreállítások, ami arról szólt, hogy tisztítsuk meg azt, amit a múlt rárakott a ránk maradt emlékekre, ez a purifikáció, ettől a purista, és hát ugye a hitelesség nevében, ez a vezérfona egyébként a vörös vonal végigmegy az egész történeten, mármi a műemléki ügyeket illeti, a hitelesség nevében állítsuk vissza, amilyen volt. Hát ugye ez a bizonyos dolog, bocsánat, még annyit kell mondani, nincs olyan képem, hogy az előző állapotat mutatná, ez ugye Villeneuve-nek a korszak kitűnő és nagyszerű francia műemléki eredete a építészének a munkája, és azt kell még a történethez tudni, majd később még megérkezünk máskülönös világörökséghez, hogy a franciák iszonyú büszkén ezt benyújtották világörökségi felvételre, Carcassonne, mint egy virtégi középkori hát, várfalakkal, városfalakkal és erődítésre rendelkező város, és ezt az ICOMOS, a Műemlékek Nemzetközi Szervezete, az UNESCO-nak világörökségben tanácsadó testülete, úgy ahogy van, elutasította azzal, hogy kérem szépen, ez egy hamisítvány, 19. századi munka, nincs sok köze a középkorhoz, de az alapok lehet, hogy mégiscsak azok. Majd 11 évvel később felkerült a világörökség listára, mint a 19. századi műemléknek mondott restaurált egy kitűnő példája, tehát valójában az idők azért változnak, tehát ezzel kapcsolatban is. De nézzük egy másik szintén még francia példát, ugye a határtalan nem csak persze erre utal, hogy más országban is veszek példát, hanem a gondolat határtalanságára is. Ez pedig Pierre Fons kastélya, nem túl messze ugye Párizstól, a Compiègne-i birtoknak a sarkában. Hát ez kérem szépen így nézett ki, mielőtt még a szintén ihletett Villeneuve hozzá nem fogott volna a munkához, hozzáfogott és egész eredményes munkát végzett, ugye, mert ez lett belőle, és ez ma is megtekinthető, az ember elsétál a Google vagy bármilyen más légi fotókra, akkor tudja, hogy ott van és ott áll. Nagyon viszontagságos a története az egésznek, én inkább azt szeretném kiemelni, hogy ebben a korai korszakban ezt komolyan gondolták, hogy ezt kell csinálni a műemlékekkel, mert így lesz olyan, amilyen. Ugye majdnem hazai példa ebből a Kassai Szent Erzsébet székesegyház, ami Stern Imre kitűnő műegyetlen tanár restaurált, akinek az volt a mondása, hogy németül sajnos nem tudok idézni, hogy mit tettek a régiek a gótikához, majd hogy jobban ért hozzá. Tehát a kassai gótikus templomot, ami három hajós volt, biztonság kedvé átépítette öt hajóssal. Na, tehát csak ennyit a történetről. Tehát, de a lényeg mégiscsak az, hogy ezt nagyon hitelesnek gondolták. Tehát a rekonstrukció, mint olyan, hogy ezt még sem nevezhetjük műemlékállításnak, igenis, nagyon a kezdetektől fogva jelen van. Hát ugye itt van egy másik közismert történet, szeretjük nagyon, hát a Szent Mártér, ugye Pogány Frigyes könyvében is, vagy tudjuk, hogy a kis tér, meg a nagy tér, hát igen, és ott van a csomópontban a vertikális hangsúly, milyen fantasztikus, hogy ez elég régóta ott van, archív fotók, filmek is tanúskodnak róla, igen ám, csak hogy ezt a darabot egyszer csak beérte, ezt is ugye remélem mindenki tudja, hogy ez fogta magát, és azt hiszem 1902-ben összeomlott, hogy most pont miért alapozási, meg egyéb problémák miatt ez az eredmény szempontjából közömbös, mert hát lett belőle egy derekos méretű romhalmaz. Ami most nincs ott, ugye ezt tudjuk róla, tehát ugye nem nagyon töprengtek az, hogy mit kell csinálni a Campanilével, vagy hogy illik-e vele bármit csinálni, hanem szépen elkezdett kinőni a földből, és aztán most megint elérkeztünk ehhez a képhez. Jelentem tisztelettel, hogy a műemlékvédők körében ezt a dolgot senki nem kritizálja. Meg soha nem is kritizálták. Úgy gondolták, hogy ez egy magától értetődő, természetes aktus volt. Ez akkor történt ez már egyébként, amikor már a purista gondolat már nem volt
uralkodó, tehát már a váltás környékén volt. Na most én egy nagyot lépnék időben, és hazajönnék egy pillanatra, és nem bonyolodnék bele az összes hazai műemlékjelenításba, inkább csak azt mondanám, hogy volt egy nagy váltás persze időközben, lehetne kartázni is egy kicsit, a Téni karta, meg Velencei karta, hoztam is idézeteket, majd lehet, hogy előveszem. A lényeg mégiscsak az, hogy a 20. századnak, főleg a második nagyháború utáni korszakában már nem illett ilyeneket csinálni. Hozzáteszem, hogy ez nem volt általános, mert ugye a háború borzasztó pusztítás után Irgun-Burgon gyorsan nagyon sok mindent megépítettek sok felé, kivéve a szocialista tábor területén, vagy hát kommunista országot, akinek hogy tetszik. Ott ugye ezt szoktam mondani a szakmérnök hallgatóknak is, hogy a következő történt, egy hasonlattal élve, hogy Európa nyugati felében a háborús pusztítások, nem, egész Európában, a háborús pusztításokat úgy lehet érteni, mint valaki exponált volna egy felvételt, csak azt következett, hogy nyugaton elő is hívták, keleten meg betették a fiókba, és kellett várni 40 évet, amíg elkezdtek ezzel a gondolattal foglalkozni. Ezért tűnik olyan borzasztó botrányosnak, hogy Európának ebben a közép és keleti felében most van újra életben a rekonstrukciós gondolat, holott ugye a Velencei karta 1964-ben azért is született meg, mert már kezdett besokalni a szakma a túl sok újra megépítésből. Na de most lényegképpen nálunk mi történt? Nálunk az történt, hogy nagyon tapintatosan nyúltunk a műemlékekhez, még Visegrádra még majd egyszer később visszatérek, nem fogok hosszan idézni mellette, ugye sokan ismerik ezt a nagyszerű munkát, amit Szakál Ernő, mint ugye ennek a történetnek a nagy ismerője, szellemi és fizikai munkával végzett el. Gyakorlatilag azt lehet mondani, itt a középső képen látszik, hogy a pici kis töredékekből úgy rakta össze az egészet, hogy megfejtette a mögötte levő szerkesztési elveket, szerkesztési szándékot. Hát én azt hozzáteszem, hogy talán nem feltétlenül mindenhol 100%-osan. Mégis arról szól a történet, hogy itt egy olyan rekonstruktív, itt egyébként jogos a rekonstrukció szónak használta, olyan rekonstruktív munka valósult meg az anzsúkorabeli kutbógy, ami a későbbi mátyáskori korszakban alapozásra használták, nem dobták ki a köveket, ott helyen alapozták, ezt megtalálták. Tehát összerakosgatta a Prézniből egy háromdimenziós pázlit játszott, ugye Szakál Ernő, nem csak itt a Siklósi Várjátkén és Székesfehérváron, tehát több helyen, nem fogom mindent megmutogatni. Inkább arra szeretnék rávilágítani ezzel, hogy a legszigorúbb velencei kartás magyar herdes korszakban is voltak rekonstruktív elemek, miért is ne lettek volna, hiszen meg lehetett oldani sok mindent úgy bemutatni, hogy a töredékekből élvezhető és átélhető valami legyen. Ennek a legszebb példája szintén Visegrád, az ugye Oroszlános kút. Hát ugye itt a kép jobb oldalán látszik az, ami most ott kín van, ugye szabad ég alatt, tehát Visegrádon, és bal oldalt pedig, ha nem tudom, mennyi lehet követni, az kis körberajzolt foltoskák mutatják, mi az, ami megvolt, mi az, ami nem. Nyilván az eredeti kövek múzeumba kerültek, ez pedig egy rekonstruktív másolat. Itt szeretnék egy pillanatra rábélyezetet hozzáfűzni, vagy egy kis kitérőt. Miről lehet másolatot készíteni? Arra, ami megvan. Erre majd később még visszatérnék, amikor a rekonstrukcióról beszélek, mert ugye arra, ami nincs meg, arról borzasztó nehéz másokat készíteni. Tehát igen, ez egy megjegyzés. Na most a kedvenc témám, ugye, hogy ilyen rekonstruktív akció a magyar műemlékvédelem hőskorán, nem hőskorából, már azért nem a hőskor, a 70-es évekből, ráadásul az első olyan munka, amikor én műemlékes lettem és koordinátorként részt vettem benne, ez a Sopron-Bálfalvi lépcső, szerintem mindenki ismeri. Kizárt dolog, hogy ne ismerjék. Ugye ez egy detektív történet, a fődetektív, Dávid Ferencnek hívják, aki az egész történet mögötti ikonográfiai programot kifejtette, és persze a végrehajtók, a program végrehajtói ugyancsak a Szakmán Erne által vezetett soproni kőszobrász restaurátor műhelynek a dolgozói, konkrétan most már rég nem a szakmában dolgozik, Kovács Gyuri barátom, aki ott éppen a oroszlán körmeit hát mutogatta. Ugye arról szól a történet, hogy hát ezek a fekete-fehér képek, ugye építészek szeretik a fekete-fehér képeket, ezek mutatják azt, hogy 1975 környékén nagyjából így nézett ki ez a lépcső, hát erre a rozog állapotban, hogy a történet arról szól, hogy a Kármelita kolostort összeköti, vagy hát lentről indulunk, akkor a Szent Magdolna kápolnát köti össze a Kármelita kolostorral,
és egy barokkori lépcső volt, hát mint egy, hát mondjuk azt, hogy elhasználódott, igen, hát talán ezt lehet mondani, és ráadásul ugye nem csak ezt használódott el, hanem eltűntek a díszei, a szobrok itt ott, amott töredékesen, vagy akár egészben, és kifestve, befestve, falnak döntve, itt ott, amott voltak, és akkor 1970-es évek közepén elindult egy ilyen program, az akkor még létező országos műemléki felügyelőség keretében, milyen szép dolog lenne ezt visszatenni a helyére. És ugye egyrészt egy fizikai gyűjtögetés volt, másrészt pedig egy szellemi munka, amit említettem, Dávid Ferenc megfejtette az ikonográfiáját, és most félek, hogy nagyon szalad az idő, tehát nem fogok hosszan idézni, pedig nagyon, nagyon kitűnő a dolog. Lehetne beszélni arról, hogy milyen mesterséges köveket alkalmaztak itt Szakál Ernő, tehát nem műkövet, hanem olyan anyagot, ami az eredeti kőanyagnak a örleményéből lett összeállítva, és puhábra csinálták, mint a régi követ, hogy ne a régi puszt, hanem az új. Ezek mind fontos részletek, ugye mi emlékeseknek. Az a kérdésem, hogy ez rekonstrukció-e? Hát itt látszik ugye szépen fekete-fehér, vagy mi lett a végén. Ott áll a 2x7 darab szobor, tehát 7 szoborpár, összesen 14 szobor. Gyönyörűek egyébként, egyik szebb, mint a másik. Kedvencem a Remete Szent Pál, akinek éppen a héten van, ha igaz az emléknapja. Ott van mellett a holló, ha nagyon megnézzük, aki őt kenyérrel, buszikkal táplálta naponta, és a pálmarosból font köpenyege. Tehát itt van a lépcső. Bizony ez egy rekonstruktív jelleg, rekonstruktív elemekkel is gazdagodott műemléki helyreállítás, és hát bár picik a képek, tessék egy pillanatra koncentrálni a két jobbot sarokban levő két alsó képre, és nézni nagy a szobrokat, mert ez ugye a fából vasmarika, amit a 20. század közepén a magyar műemlékvédelmének a középső harmadában sikerült megoldania, ugyanis ez Kovács György szobrászművésznek az alkotása, ez két hiányzó szobor, bármennyien is keresgéltek a kollégák, végül is a 14-ből csak 12-t sikerült megtalálni. A Nagyszent Teréz és a Bűnbánó Magdolna soha nem került elő. Hát kérem szépen, ez Nagyszent Teréz, ez meg Bűnbánó Magdolna. Ma már nem így csinálnánk. Kovács Győri megtudta azt, hogy szükség, hogy csinált non-figuratív-figuratív szobrot. Mert ez egy non-figuratív szobor, ez nem ábrázol ám úgy igazából senkit, meg semmit, de mégis arról szól a történet. Mit akarok ezzel mondani, ezzel a példával? Az, hogy az adott korszakban a rekonstrukciótól úgy félt a magyar műemlék helyreállítás, vagy műemléket nevezzük így, mint az ördög a tömjén füstöl, tehát amikor még alkalmazta is, akkor is csak óvatosan, mondom, ma már biztos nem így csinálnánk. Viszont ez egy kitűnő példája annak, hogy hogyan alakul maga a műemlék helyreállítás története is. Nagyon-nagyon szomorú lennék, ha valakinek eszébe jutna igazi szobrokkal helyettesíteni ezeket, mert ezek már szintén műemlékek szerintem. Most még egy pillanatra, nem sokan ígérem, időznék a modernista korszak mellett. Ugye azt mondja a Velencei Karta, a sokat idézett és elátkozott, de senki által nem olvasott Velencei Karta, hogy a kiegészítést azt a kortárs építészet nyelvén kell megtenni, egyébként ha meg a rekonstrukciót illeti, arra meg azt mondja, ott meg kell állni, a hipotézis kezdődni. Ez Svájcból való, olasz Svájcból, ez a Berlin-zónai hármas vár rendszernek az egyik vára, ugye itt nagyon jól látszik, hogy kellemesen és olasz eleganciával, ilyen vagyunk Svájcba, alkalmazták a kortárs anyagokat, és itt ez, azért szeretném ezt alávalni, mert ez a saját korának a beavatkozása, nem bántja a régit szerintem, legalábbis nekem, mint építésznek ez tetszik. Én például nagyon szeretem a Salamon tornyot, ami most szokás ugye utálni, mert Szélemár János az vasbetont alkalmazott, úgy ebben a korszakban. Itt azonban nem erről szeretnék beszélni, arról szeretnék beszélni, és ez már kicsit még hajlik, már közeledünk a rekonstruktív gondolathoz, hogy itt van egy súlyos félreeltervezés a Velencei Kartának. Hozzáteszem, hogy akik azt követelik, hogy deregulálni kellene, azoknak azt hiszem, hogy nem lehet, mert nem jogszabály, tehát nem lehet deregulálni, az csak egy irányjel. Ugyanis a Velencei Karta nem azt mondja, hogy a 60-as évek építészete, modernista építészete nyelvén kell csinálni, hanem a kortárs építészet nyelvén, és én most itt megelőlegezem az egyik végső gondolatomat, hogy a kortárs építészetben jelentem tisztelettel, barátaim, belefér a történeti korok építészetének a másolása is. Akarjuk, vagy nem akarjuk, szeretjük, nem szeretjük. Ez már nem a 60-as évek modernista vasbeton alumínium üveg építészete, a kortárs építészet pluralista. Tehát, hogy a Velencei Kartában azt kell csak beírni a kortárs építészetek nyelve, indát, ilyen persze nincs, csak víz. De hogy mutassak ebből a nem túl későbbi korszakból, mutatok egy másik megoldást, ez Nándorik Lára által tervezett bemutatása, térbeli bemutatása a Dömösi altemplomnak, amin azért ugye látszik, inkább mutatok egy közelebbi képet, jó? A
azon még jobban látszik, hogy itt azért nyilvánvaló módon egy 20. századi beavatkozásról van szó, érezzük a teret? Hát persze. Itt azért szeretném idézni kedvenc professzoromat, aki elindított ezt még a műemlék és lét útján, Gerő Lászlóról beszélek, aki így mondta nekünk, hogy hát ugye azért érdemes. Őt sokat kritizálták, mert ő volt, aki a Nagyszabad utcai katonai amfiteátrumot kiegészítette, aztán később Buzogány törött, meg Zsigmond Korabeli rondát megépítette ugye a Budai várnál, és sokan kritizáltak, hogy Gerő hát rekonstruál, túlépít mindent, és mondta, hogy tudják fiúk, ugye, mert ugye még a lányoknak is nagyjából ezt mondta, mert hogy az volt az építésznek fiúnak kell, most már nem így van régen, többségben vannak a hölgyek. A lényeg az, hogy ez úgy van, hogy azért kell ezt megcsinálni, mert külön látogató azt gondolja, hogy a régiek azok nem házakban, hanem alaprajzokban értek. Na, ezért kell a 3D-s kiegészítés, nem hiszük egyébként. Na most, ugye, tehát itt nagyjából ezzel a diasorral, ez még csak az eleje egyébként a soknak, eljutottam odáig, hogy nagyjából ez volt a módi a hazai műemlékhelyettesek területén. Ez már a Nándori Klári féle dömös, az már egy egész avantgárd dolognak tűnt. Na most a nagy nem rekonstruálni elvek között egyszer csak becsapott a bomba, a ICOMOS, tehát a Műemlékek és Műemlékhelyzet Nemzeti Tanácsnak az egyik közgyűlésén, talán a rómain, egy japán professzor beszélt az izei Sintó szentélyről. Talán az angolsága nem volt annyira tökéletes, de nem attól rémültek meg a hallgatóság, hanem attól, amit mondott, mert elmondta, hogy az úgy működik, kérem szépen, itt látszik, most akkor lehet, hogy beízítom a lézertollat, hogy az úgy működik, hogy itt van egymás mellett két azonos terület, és 20 évenként egyiket használják, a másikat megépítik, aztán cserélnek. A következő az 2033-ban lesz esedékes, ha minden igaz. És akkor nagy grandezzával átvonul az istensége, meg a ceremóniákkal a másik helyre, és akkor aztán neki állnak építeni újabb 20 évig a másikat. És ezt így elmondta, mint a 1000 éve így folyik, vagy több mint 1000 éve, elmondta, mint a konzerválásnak egy fontos szempontját. Ugye, és itt látszik egy kicsit térben, most én nem bonyolodnék bele, pedig nagyon érdekes, hogy hogyan lesz egy ilyen Sintó szentély, akkor milyen anyagokat használnak, ott egy nagy japán cédrus cipelnek, az a pici képen a sarokba fölül. Ugye a jikatabit használják, a cipőt, ez a japán cipőt, ami olyan, mint a kesztyű, hogy a nagy ujj az külön van, tehát mindent hagyományosan, úgy szögezik a tetőre ami kérekből készült tetőelemeket, hogy az ács a szájába tartja a bambuszögeket, és üt egyet rá, szóval minden úgy megy, mint 1000 éve, és azt gondolják, hogy ez hiteles. Na most ez megrázta azért az európai iskolázottságú, nem csak az európai iskolázottságú műemlékes társadalmat, és el is gondolkoztak rajta, ugye itt van még egy kicsit, most már igazán nem csak rajzban, hanem fényképben. Látszik, hogy ez vadi új, ez a több ezer éves szentély, mert nem olyan régen volt az előző költözködés. Amit én sajnos kihagytam, pedig nagyon érdekes lett volna megnézni. Tehát ugye itt ez az a kérdés merült föl, hogy akkor ott ezt lehet nálunk, ez hogy van ez? Tehát a hitelességnek a problematikája, minden rekonstrukció, ugye az alapelve, vagy alap nagy kérdése, itt már igen brutálisan felmerült, és hát el is gondolkoztatta a műemlékes világot. Na most még közben egy közjátékén mutatok egy másik példát, ez szintén Svájc, a Lucerni Kápolna híd, ami ugye, mint tudjuk, egy gyönyörű, hát nagyszerű, emblematikus darabja ennek a svájci városnak. Egy kis csokikon is lehetett kapni, emlékszem, fiatal koromban a svájci városképek között. És hát ez az benne a pláne, hogy egy ilyen egyszerű hídnak tűnik, ilyen nyeregtetős izé. Na igen, de a nyeregtető minden állásában voltam egy táblakép. Na most az a nagy baj történt, hogy valaki, aki átsérült a hídon 1993-ban, egy csikket beledobott a tóba. De nem sikerült, mert ráesett egy csónaknak a vászon tetejére, úgyhogy a Kápolna híd leégett. Na most a svájciaknak azért malacuk van, bocsánat a kifejezését, kocsmában elfér, tehát hogy le voltak szedve restaurálásra ezek a táblaképek, majdnem az összes. És ráadásul fel volt mérve alaposan az egész, hát ez lett utána, ugye így néz ki. És hát most akkor ugye mit szól egy műemlékes ehhez? Szabad ezt rekonstruálni? Hát persze, hogy szabad. 90 így nézett ki a rekonstrukció előtt.
azt csinálták, hogy összegyűjtögették a megégett elemekből, amit csak lehetett, és egy traktust összeraktak abból, hogy hitelesítsék, amit csináltak, és ez a kép nem az én képem, de nagyon szép, ez már utána van. Jelentem, 1994-ben volt alkalom átsétálni a hídon, szerintem tökéletesen hiteles. Rekonstrukció? Hát persze, nem volt más lehetőség. Jó, akkor most nagyobbat váltsunk, bár itt most nekem itt meg kellene állom egy pillanatra, és meg is állok, mert azt mondanám el, de az itt lehet addig ez a kép, mondjuk, ez lehet illelgetni azért ezt a képet, ez a Bátori vár, mint magtár néhány évvel ezelőtti képe. Tehát ugye az történt, hogy a világörökség, most már az UNESCO meg a világörökség, egyre inkább elkezdtek azon elgondolkodni, hogy akkor hogy is van ez? A tiltott város Pekingben, meg a koreai helyszín, vagy a japán helyszín, jelentős része, akár bevagy, nem, rekonstrukció. Hiteles? Hiteles. Ráadásul ugye ott olyan kanonikus építészet van, hogy ha megvan az alap plecsni, arra rá lehet tenni a házat, még a magasságot is ki lehet számítani belőle, ami nálunk ugye azért nem egészen úgy néz ki az európai építészetben. A lényeg, hogy a 30 évvel a Velencei Karta után, tehát 1994-ben született egy úgynevezett nárai dokumentum a hitelességről, amelyik kimondotta a következő nagyszerű elméletet, rekonstrukcióra is igazat, hogy minden nagy kulturális régiónak saját magának kell meghatározni, hogy számára mi a hiteles. Na most ezt azért hoztam ide, mert most látni fogjuk, hogy az Ázsiában hiteles rekonstruktív elemek egyszer csak elkezdték elárasztani bizonyos értelme Európát is. Mondva, ha nekik szabad, akkor nekünk is, holott a közeg egészen más. Na most még annyit mondanék a hitelességről, mint kulcsszóról, hogy a Velencei Karta természetesen vadul használja és zsinórmércének tekinti a hitelességet, de igazából axiómának tekinti, nem ad róla a definíciót. Tehát ez olyan ugye, mint a Kakadu Park története az egy másik világörökségi helyszín Ausztráliában, ahol az aborigines, a helyi őslakosok hát tiltakoztak, ugye egy uránbányát is akartak meg világörökséget, mondom, ez egy szent hely, az egész Kakadu Parknak egy bizonyos területe, ő egy szent helyük, egy ilyen természeti szentély, azt ne bántsa senki, ausztrál kormány úgy gondolta, hogy ezt tényleg tiszteletbe kell tartani, úgyhogy mondták, rendben, ha megoldjuk, mutassák meg, hogy melyik rész az. Mondták, hogy ja, azt nem lehet, az titok. Na most nagyjából erről szól az egész történet egy kicsikét, de menjünk tovább. Ugye ez lett a Nyírbátori, még egyszer visszamegyek, tehát Nyírbátori Bátori vár, amikor én műemlékes, kezdő műemlékes voltam, úgy szerepel benne, hogy magtár, barokk magtár, hát kérem szépen kibontakozik egy 21. századi reneszánsz. Ugye ez a színváltás nem azt jelenti, hogy hitelség és beállási probléma, tehát az semmiféle köze nincs a műemlékes hitelséghez. Tehát ugye lépjünk gyorsan tovább, egy-két részletet is fogok mutatni, ez ma így néz ki. Hát azt most ugye nehéz megmagyarázni, hogyha idáig jó volt, akit miért kezdett lebegőtető lenni fölötte a régi műemlékes, vagy a karcsa, nagypályúdítféle karcsa, vagy egyebek mutatására. Innen kezdve talán már nem hiteles, hát idáig talán igen, nem tudom. Itt van egy 21. századi lodzsa, ez tessék, ez nagyon szép reneszánsz lodzsa, ugye látható, még építés közben készítettem a felvételeket, és hát a részletek, ugye így néz ki egy kapitel, egy oszlop fő, ami hát nyilvánvaló módon 21. századi egy-két belső részlet is, hát nagyon meg van ezt csinálva, akár lehetett volna ilyen is. Ilyen volt? Nem tudjuk. Lehetett, na most ez az egyik probléma ezzel a történettel, de hozzá kell tennem, hogy most itt sajnos rengeteg példát nem tudok felsorolni, hogy közben már dühötten folyik a rendszerváltás utáni rekonstrukciós építés az egész régiónkban. De nem ilyeneket rekonstruál nekem, mint amit a Szekér Gyurék csináltak itt Nyírbátorban, hanem ennél egy külön dolgokat, hogy mutatok egy litván példát nem sokára. De hogy nehogy azt higgyük, hogy csak nálunk van ez a dolog. Itt a franciák elgondolkoztak azon, mi lenne, ha a kommun által elpusztított tűrérjeket visszaépítenék. Ugye itt van, ahogy ez most kinéz ma, itt hiányzik ez az összekötőszárny. Így nézett ki a leégés, vagy akár a pusztítás után, és hát ez meg az elgondolás, hogy milyen érdekes lenne, ha itt bezárnák. Ugye ezen nagyon folyik a vita. Van sok hasonlóság a budai királyi várral, amiről most majd a végén lehet lesz róla kérdés. Direkt nem tettem be képeket, de
van sok hasonlóság szerintem ezzel. Itt azonban nem született döntés arról, hogy bármi történet. De ígértem, hogy jön a régióból, vagy hát majdnem a régióból egy érdekes történet. Ez a vilniuszi nagyhercegi palota, ugye, ami a kép jobb oldalán látható módon látogatható ma. Na most, hogy előtte mennyi volt belőle, az inkább a bal oldalon látszik, tehát nem olyan nagyon sok. Amikor a Világörökség Bizottság az ülését 2006-ban Vilniusban tartotta, akkor itt már látszott, hogy ez ki fog nőni a földből, és nem ki is nőtt. Na most a nagy kérdés, és most akkor megint pillanatra gondoljuk vissza a Lucerni Kápolnahídra, ami 1903-ban leégett, és 1993-ban leégett, 1994-ben megépítették, és itt a nagyhercegi palota, ami ugye az első komolyabb károkat már retteget kívántól elszenvedte az 1500-as években, de végül is a lengyelek idején bontották le 1700-as évek végén, 1800-as évek elején, de úgy ám, hogy törik. Na most azért ahhoz képest ez itt áll, hát túl sok dokumentáció nem volt róla. Tehát azért érdemes az időfaktoron egy kicsit gondolkozni. És akkor, hát Varsó jó város, ugye, mint olyan, az ugye, ha valaki arról beszél rekonstrukció, szerintem mindenkinek eszébe jut róla, ráadásul ugye itt ez világörökségi helyszín is, 1986 óta, ha jól csalódom. Itt látjuk ugye a pusztítás előtti képet, meg a mai képet. Remélem, hogy ez így sikerül. Hát itt volt még egy ilyen régebbi kép, ahol a királyi palota még megvan, és aztán történt egy borzalmas nagy baj, ugye egy óriási rombolás követke, szándékos. Hát én most nem bonyolnék bele, de tényleg egészen elképesztő. Amire azt mondták a lengyelek, hogy bármit mondhatnak a műemlékes elvek, ez nem műemlék, ez a mi nemzet identitásunknak a legfontosabb kifejezője, ebből tehát ennek kell lenni. És hát itt azért hadd mondjam, mert nem találtam meg azt a filmet, amit a lengyelek mutattak nekem, vagy nekünk műemlékeseknek néhány évvel ezelőtt, amikor a királyi palota, ugye, tehát ez, éppenséggel a rombolás tárgya volt, és omlott össze, és füstölgött, és égett. Ilyen furcsa, hosszú, lódenkabános pofákottan piszkálták ki a darabokat a romok közül. Mondták a lengyel kollégák, hogy ők voltak a mi elődeink, a műemlékesek. Azért gyűjtötték össze a töredékeket, mert arra gondoltak, hogy ez visszarakjuk. Tehát akkor, amikor még éppen pusztulóban volt, úgyhogy amikor én először látogattam helyettes után a királyi palotát, nem tudom, hogy is így van-e, ott az egyes termekben voltak ilyen rajzok a díszítésekről, egyébekről, részletekről, és meg volt jelölve, hogy melyik elem az, ami eredeti ott van fönn a helyén. Tehát a rekonstrukciónak azért van egy nagyon-nagyon fontos vonatkozása, nevezetes arról szól, hogy ez nem egy anyagi kérdés, nem feltétlenül csak anyagi kérdés, hanem egy igen nagy erőteljességgel egy szellemi megközelítés, egy identitásbeli megközelítés. Tulajdonképpen a legtöbb rekonstrukció esetében, ami hitelesen elfogadható, vagy hitelesnek elfogadható, ott van a háttérben nem csak az anyagi összetevő, hanem ez a bizonyos intangible, vagy immateriel, vagyis nem anyagi. Sajnos a magyar fordítása, ugye a Szellemi Örökség Világörökség Egyezménynek szerintem a nem 100%-osan jól sikerült, mert ugye az intangible heritage, vagy francia le patrimoine immateriel, az nem arról szól, hogy az a nem anyagiósult örökség, csak ez borzasztó ronda hangzik magyarul, mert ugye a szellemi örökségben nem számítám bele se az irodalom, se a művészet, semmi, csak a folklór, vagy majdnem csak az. Tehát visszatérek ide, a rekonstrukció mögött mindig van valamilyen normális törekvés. Lássuk itt egy másikat, ugye a Mostár öreg hidat, hát ugye Csontvári Kosztát Ivadar festménye révén ez nekünk magyaroknak különösen is kedves. Ráadásul az építészetnek, ezek a bizonyos 16. század építészetnek egy főműve, még akkor is, hogy az ottomán periódusnak ugye egy terméke. Az építészeket, mérnököket mindig is izgatta, hogy a csodába tudták ezt megcsinálni ilyen karcsú szerkezetnek. Na ebben a horvátok segítettek nekünk, hogy megtudjuk, mert azt történt, hogy addig lőtték ezt a szerencsétlen hidat, még le nem omlott. Ez még a leomlás előtti állapot. Aztán lett belőle, ezt kivettem ezt a pillanatot a filmből, amikor éppen omlik. Érdekes mondom, pont tudták filmezni. Tehát azért csak felkészültek, hogy ezt szét fogják lőni. Na most itt ugye ez pedig az a pillanat, ugye, amikor látjuk, hogy az ideiglenes híd itt van. Volt egy nagy nemzetközi összefogás, és itt van a Mostári öreg híd. Rekonstrukció? Hát bőven. Hiteles? Én azt gondolom, hogy igen. Meg kell mondanom, és itt most egy ilyen kis dicsekvés következik, hogy személyesen óriási küzdöttem érte az ICOMOS-ban, hogy ez világörökség lehessen.
nem egészen csak úgy, mint az építés, a korabeli építészetnek, vagy ennek a sajátos dolognak a megjelenítője, hanem úgy is, mint a kiengesztelődésnek, vagy a együttműködésnek egy ilyen példája, hogy az UNESCO vezetése végül is úgy épült meg, hogy elég erőtesen kivették a részeket a horvátok is, akik ugye a bontásba is azért csak beledolgoztak. És hogy visszatérek egy mondatig a rekonstrukció megelőző helyzetre, ugye úgy tudtuk meg, hogy miért tudott egy ilyen karcsú lenni, hogy szét kellett ülni hozzá, nem kellett volna persze, mert azt egy ilyen nagyon érdekes korai vegyes szerkezetet alkalmaztak a egykori építők, a boltozat alkotó kőelemek hátába kovácsolt vas darabokat rögzítettek bele, és összekötötték egy lapos kovácsolt ízével, egy húzott szerkezet volt gyakorlatilag. Hát ezt aztán ugye rozsdamentes védacélból sikerült visszacsinálni. De ezek csak részletek, inkább a lényeg mégiscsak arra érdemes felfigyelni, hogy lehetnek olyan esetek, amikor a rekonstrukció, hát hogy mondjam, indokolt, elfogadható és rendben is van. A legjobb dokumentum jelenleg a rendben dokumentum a Rigai Karta 2000 a rekonstrukcióról, amely tulajdonképpen mindent elmond arról, hogy mikor és lehet és mikor nem lehet. Itt most előre hoznék egy fontos elemet, mert még elfelejtem. A rekonstrukció esetében a legfontosabb szempont az, hogy meglévő értéket ne pusztítsunk vele. Ez az orvosi beavatkozás, a nélógyszere soha se ártani, ez a lényege. Ahogy itt például ugye meglévőt nem pusztítottunk, de viszont pusztulót hát ugye megmentettük. Itt van egy kis másik magyar vonatkozás a Csontvárin kívül, hogy a hídnak a nagyon mély, nagyon hideg, neretvába pottyant részeit magyar katonai búvárok emelték ki. Egész addig még annyira hideg nem lett, hogy már nem tudták folytani, mert nem volt olyan felszerelésük, ez is elég szomorú. Na most azért az összeszedett köveket, azokat nem építették vissza, múzeumban vannak, ez az egész híd egy kópia, egy másolat. Itt van, kérem szépen, nem tudom ki mennyire követte, az elmúlt néhány évben egy botrányossá vált magyarországi helyzet. Jobb lett volna betenni egy tájképet is, hogy lássák a budai oldalon. Ez kérem szépen a budai várnál van, a megyünk föl ugye a Hunyadi úton, ott áldogál Lónyai villa. Ugye hát a Lónyai valószínűleg nagyon komoly, hát persze komoly protekciója volt, hiszen a Rudolf trónörökösnek a özvegyét övette feleségül, tehát meg volt neki a protekció, odaépíthette ezt a kis villát, akit nem más tervezte, mint Ybl Miklós, ami aztán úgy eltűnt, kérem szépen, hogy mire én műemlékes lettem, persze már előbb eltűnt a háborúba, játszótér volt a helyén. Egy gyermek játszótér, az első kerületi tanács, hogy akkor meg az volt, játszótere volt a helyén, majd bekövetkezett a rendszerváltás, és akkor kiderült, hogy elfelejtették államosítani a telket, úgyhogy visszakerült a tulajdonos családnak a birtokába, akik úgy gondolták, hogy akkor ezt hurrá, megépítjük. Egyébként van egy másik játszótér a közelben, a érdemes megnézni, fantasztikusan jó a Mátyás király nevezett játszótér, de nem arról beszélek, hanem a házról Kerényi József Isten nyugosztalja építész tervei szerint megépült, hogy nem egészen így akarta, ő úgy akarta, hogy ezek a falak, ezek üvegből legyenek, és abban legyen benne a kőkeret és abban az üveg. Ezt aztán a világhírű műemlékes zsűri nem engedte meg, sőt, első fokon ez az egész rekonstruktív kiépítés el lett utasítva. Majd a budapesti főváros első keretek, akkor már az önkormányzata a rendezés terve előírta, hogy úgy kell megépíteni, hogy volt. Tehát ugye itt látszik azért, hogy nincs annyira nagy összhang. Na most az a helyzet volt akkor, és megint egy személyes megjegyzés, hogy abban a pillanatban, amikor ekkörül folyt a nagy húzavona, én voltam az országos, úgy hívták már, hogy hívták, országos emlékvédelmi hivatal, annak az elnöke, és mint másodfok, én bizony engedélyeztem ennek a valaminek a megépítését, adóta se bánom, mert ez egy urbanisztikai szempontból egy nagyon fontos ponton van, és ha messzebbről nézzük, nem zavar senki. A lényeg azonban nem ez, hanem az, hogy itt van egy teljes rekonstrukció, ami abszolút hiteles, drága barátaim, annak ellenére, hogy bizonyos pontokon mégsem az eredeti anyagokat használták, mert hogy megvoltak hozzá eredeti tervek, és Kerényi József egy kitűnő tanulmányban fel is dolgozta, hogy milyen zseniális volt Ybl, amikor ezt megoldotta. Ugye még egy plusz hozadék van ennek a dolognak, hogy a föld alatti részén pedig egy régészet bemutatás lehetősége nyílt meg az egykor ezen a hely helyen állt ezüst bástya bemutatására. Ami még egy külön jópofa dolog, hogy ez a fal végül is hát úgy valósult meg, amit ezen a képen nem nagyon látszik, hogy a falat lehet kinyitni. Tehát az ablak marad a helyén és a falat lehet kinyitni. Ez azért volt ilyen dafke, hogy ha nem lehetett, hogy üvegből a fal, legalább lehessen kinyitni. A ház mai napig üresen áll egyébként, de ez már egy másik történet.
Na nézzük akkor egy másik emblematikus dolog, már nagyon háború utáni, ugye a dresdei fajenkínja, már mindenki várta szerintem, hogy mikor fogom mondani, hát most. Ugye itt van ez a kitűnő darab, a fajenkínja, és látszik, hogy azért hát ő elég baj érte őt a szövetséges bombázása után. Dresda, ugye hát elég az ötös szemvágóit című Kurt Vonnegut regényt elolvasni, de különben is tudjuk, hogy Dresda borzalmasan járt. Így a fajenkínja is, majd akkor még létező NDK-ban eltökélték, hogy na ez lesz a háború emlékműve, odaállítottak mellé valami szoborcskát, és azt mondták, hogy így maradt kérem szépen, amíg a világ a világ. Hát addig úgy maradt, amíg NDK volt, de aztán már nem. Úgyhogy ugye egy óriási népmozgalom indult, hogy akkor ebből csináljunk vissza valamit, és hát ez meg is történt. Ugye ez egy közhely, de mégis azt mondom, német alapossággal, és én megint azt mondom, hogy ez egy határeset, mert ugye itt mi volt a rekonstrukció szükséges, a végén kezdem, a pénz meg volt hozzá, de ez a vége a dolognak. A szándék volt az igazán lényeges, meg a szakmai tudás, fantasztikus dokumentáció a templomról. Én is kaptam egyszerűen, hogy NDK-s időkből ajándékban ilyen műemlékes együttműködésben ilyen hatalmas, nagy, fekete-fehér képeket, üvegnegatívokról készült képeket, rendkívül jó mérőképek, fotográf mérőképek, tehát szerintem ez abszolút nagyon dokumentált darab volt, és hát látszik ugye itt a színes pöttyök magukért beszélnek ezek a internetről leszedett képek, hogy hát azt nagyon mutogatják, hogy mert visszatették a helyére, ami megvolt. Hát hogy ez a mákos tisztaság, ugye itt látjuk, ez mennyire hitelesíti a templomot, ez egy jó kérdés, ugye van, aki ezt kimondottan utálja benne, hogy miért kellett csinálni. Még mutatok még egy nagyobb képet róla azért mégis. Hát most ez így néz ki. Hát nem háborús emlékmű, de mondjuk egy templom. Persze itt is felmerültem egy nagyon komoly kérdés. Minden rekonstrukcián felmerül, hogy mit rekonstruálunk. Mert ugye az a baj, hogy vannak ám itt periódusok. Ez a bizonyos fajenkínja, ami egy építészeti csúcstermék egyébként, tehát nagyon rendben van. Tehát 1750 évek, nem tudom most pontosan dátumot, nagyjából a 40-50 évek elején készületett el. Aztán néhány évtizeden belül kiderült, hogy baj van, mert elkezdett repedezni a kupoladob. Az valószínűleg ez a szakasz lehet itt, nem annyira egyértelmű. Lényeg az, hogy megerősítették akkor utána, tehát még a 18. században. Természetesen az újjáépítésnél ezeket a periódusokat nem látjuk. Nem úgy építették meg, hogy gyengére megépítjük, aztán majd 10 évvel megerősítjük. Tehát nem így történt, hanem mindjárt megcsinálták jóra. Ez egy jó kérdés. Ugye a rekonstrukciónál az a helyzet, hogy akár mit csinálunk, és az egyik konklúzió most akkor ellövő a puskaport, az 21. századi termék lesz, ha ma csináljuk. Bármit csinálunk. Ugye Gerő Lászlóban már emlegettem, arról is tanított minket még kezdő műemlékes korunkban, hogy meg lehet ismerni egy kváder körül, hogy az középkori vagy pedig. 12. században a középkorban ugye állt a kőforró gírás és bárdolta, és akkor az a látszik rajta a bárdásnak, akármennyire kiszolgatták a nyoma. 12. században még fűrészelték a köveket. Tehát ugye itt ezt a követ biztos ezt is inkább fűrészelték, mint sem bárdolták volna. Igaz, hogy ez már eredetileg is barokkori volt. Na nézzük a Staatsschloss esetét, ami mindenki tud róla, hogy ez a berlini imperiális kastély, ami mit tagadjuk, egy hatalmas nagy komplexum volt, és hatalmas sokba érte őt, de ez még nem lett volna igazán nagy probléma, az igazából súlyosabban érte, hogy ez is az NDK területére esett, így aztán a népek palotáját, vagy hogy hívják ezt, építették a helyére, ami egyébként önmagában megérdemelte volna, hogy műemlékként megtartsák. Itt egy nagy konfliktus volt, hogy most akkor mi legyen, mert ugye ez a jobb oldal kép mutatja, hogy ez egy kamu, ez egy vászonból megépített műhomlokzat, annak a meggyőzése, hogy milyen jó lenne, ha meg lenne újra ez a ház. Tehát az történt ugye, hogy úgy oldódott meg ez a konfliktus már ugye nagyon a német egyesítés után, hogy kitalálták, hogy ebben a népek palotájában rengeteg az egészségre káros azbeszt is le kell bontani, és sikerült, eltüntették. Most olyan képet, nem tudom, elvileg tettem be, de most nem találom, ami azt mutatja, hogy már nem a kamuház állott, hanem szinte megvan az egész, egy Humboldt központ lesz belőle, azt egy olasz építész csapat nyerte a tendert, nemzeti közadakozásból, majdnem, hogy így mondjam, meg a Humboldt
finanszírozásából megy a helyreállítás, és azt találták ki, hogy a funkciója megvan, de a belső terek berendezését majd később fogják megoldani, ha lesz rá pénz. Tehát úgy alakítják, tömeget megépítik, kívülről rendben lesz, aztán majd csak lesz valami belőle. Hát akkor mutatnék egy olyat, ami szerintem nagyon jó példa, ami viszont rekonstruktív elemeket tartalmazó, vagy alig tartalmazó műemlékhelyreállítás, ez a David Chipperfield féle munka, a Neues Museumnak, a Berlini Múzeum szigeten álló darabnak a kiegészítése. Hát ez meg, ő is elég súlyos háborús pusztításokat kapott, és itt látszik, hogy meg lehet oldani ezt a dolgot úgy is, hogy anélkül, hogy nagyon, pedig itt is meg volt hozzá minden adat, rekonstruktív kiegészítések nélkül hát helyre lehet állítani, meg lehet újból építeni. Ez egészen friss egyébként, és David Chipperfield szerintem nem egy műemlékes építész, és ezt most nem sértő szándékkal mondom, de bocsánat, kocsmában vagyunk, nagy csibész szerintem, mert egy honlapon megírta, hogy azért csinálta ilyenre ezt a gyönyörű, egyébként gyönyörű helyreállítást, vagy ez a helyreállítás, mert a velencei kartának elvét követte felét, szerintem fütyül a velencei kartára, de pont jól jött neki a velencei karta, gyönyörű a darab egyébként, érdemes elmenni megnézni, tehát pont annyit tett hozzá, amennyit kell, egészen kitűnő jó ízléssel. Tehát tulajdonképpen ezzel csak azt akartam érzékeltetni, ami ezután az nagyon más lesz, hogy azt, hogy napjainkban sem csak rekonstruktív kiépítés történik, még akkor se, egyébként minden adat megvolna hozzá. Menjünk vissza egy pillanatra Visegrádra, bocsánat. Hát ugye itt látszik Visegrádon az, hogy amikor a sztori szerint egy ilyen kicsit pityókás szilveszteres éjszakáján rúgott bele egy kőbe a Sulek János, azt hiszem, 1931-ben talán. Igen, hogy ott kell lenni a király voltának. Hát ez már nem az a kép, ez már kicsit később, mint már vissza van állítva, de gyakorlatilag egy darabig így nézett ki, hogy a hegy felőli támfalon rajt volt ez a kis lenyomat, aztán kiderült, hogy ez egy nagyon nagy baj volt a házi, hát akkor elépítettek elé egy ilyen másik valamit, aztán ez tovább nőtt, mire én műemlékes lettem, majd egy lépcső is lett belőle, ma pedig így néz ki. Na most ez egy rekonstruktív kiépítés, itt én azt hiszem, hogy a szakma belül a kisebbséghez tartozom, én ezt kedvelem, tudom, hogy lehet vitatkozni rajta, hogy pont ilyen volt, egy emelet volt-e, így nézette ki, szerintem ez egy átéletes jó darab, az nagy baj, hogy nincs rendesen karbantartva. De ami különösen érdekes ebből, az a Herkules kút, ugye itt áll a közepén a drága, ugye itt most egy kicsit több részletet mutatnék róla, hogy itt az történt, ugye, hogy a múzeumban ott van az összes darabkája a Herkules kútnak, szépen ma is megtekinthető. Múzeumban ez most már benn van ugye a király palota szintén rekonstruált, többé-kevésbé rekonstruált termeiben. És a helyszínen pedig van egy teljes mértékű kópia. Erre azt tudom mondani, hogy ez tényleg kópia lehet, mert ugye annyi töredék megvan, hogy persze kellett is fontos, de ki tudtak egészíteni, és ugye itt látjuk az 1000 forintos hátlapján, ezt bárki bármikor megnézheti, van 1000 forintja, hogy ez ott van rajta a rekonstruált Herkules kút. Én azt gondolom, hogy ez az a lépték, ameddig el lehet menni a kút esetében biztosan. Sokkal nagyobb kérdéseket vet fel az északi, ugye ott Visegrádon baj van az égtájakkal. Ez az északi zárt udvar, az elfoglal a Duna, meg mindenféle más baj van, mindegy. Az északi zárt udvar, és az a probléma, hogy kívülről nézve borzasztó randa az egész, nem lehet hogy befejezni. Na, ez a rekonstrukciók esetben örök probléma, hogyan fejezzük be, meddig menjünk el. Úgyhogy jöhet a következő, most már akkor egész rettentő hosszú vagyok, igen. A Miskolc Dőzsi, kezdjünk megint egy pénzzel. Ez a 200 forintos. Diós Györgynek nem volt szerencséje, igaz, szerencsére már eltűnt a 200 forintos a gyakorlatból, mert ezt akkor tették rá a pénzt, amikor nem volt rekonstruálva. Ez egy pecs. Ugye, mert a 1000 forintos nem már. Ugye Diós Györgyről, hát ugye, ilyen archív képek vannak, ez még egyébként a korábbi helyreállítás előtt is kép. Hát nagyjából tudjuk, hogy az Anjou korszaknak egy kitűnő Zólyom várának a pandanja, egy kitűnő ilyen szabályos vár, mind sok mindent tudunk róla. Természetesen magyar műemlékvédelem sokat foglalkozik, itt Ferenczi Karcsinak a rajzait mutatom, itt a rekonstrukciós javaslatait, hát ugye felmerült már akkor is, hogy kellene valamit ezzel kezdeni, ezek nagyon elvi rajzok, meg ilyen kicsit látszik, hogy ez ilyen 60-as, 50-es évek inkább ilyen üveg, meg acél, meg ki tudja, nem ez lett, hanem mi lett, hát lett ez körülbelül ugye, ami aztán közülten a tárgyára vált idő folyamán, egy nagyon ilyen, hogy mondjam, hát egy ilyen elmond
Erre írt a szegény jó Reimholz Péter, aki már szintén is egyik sorában, hogy ilyen protéziseket alkalmazott a műemlékvédelem, meg mit tudom, a műemlékrestaurás vérmet, ahhoz is a műemlékvédelemmel. Úgyhogy ez bizony utána tárgyává vált, ráadásul a jó magyar szokás szerint mi történik egy eltett műemlékkel, elvágják a háromszög szalagot, és másnap elkezd rohadni. Na most ez hosszan tart, akkor már érdemes újra helyreállítani, hát ez nagyjából megtörtént. Ugye itt van, ez viszont most a Diósdi Várnak a belső udvara, egy kicsit más szemléletű, mint ez nem, mintha eltérő lenne. Még az egy pillanatra kimegyek kívülre, megmutatnám, hogy Ferenczi Károly ugye a nemzetközi műemlékrendben nagyon megtapsolt vasbeton héjas kiegészítéseket alkalmazta, ami időközben egyrészt elcsúnyult, másrészt szintén utalat tárgyává vált, mert túlságosan el volt idegen, és hát mit mondjuk volna, használható tereket nem képező rekonstrukció volt. Persze készült egy híd is, nyilván nem fából, hanem vasbetonból. Tehát azért azt el kell mondani, hogy a műemlékrendezés történetében is rengeteg sok változás van. Ugye tényleg nem akarom megbántani, mert óriási tisztelők Szénlővel Jánosnak, aki sajnos már szinte nincs élő sorában, de amikor egyszer egy tervtanácson megkérdezték tőle, hogy a soproni Kolostor utcai háznak a gibliét, a homlokzatán miért, várjunk csak, hogy is van ez, miért viszintesen vannak a deszkátok, azért mondtam, mert eredetileg függőlegesen voltak, és azért most viszintesen. Na most, tehát azt gondolom, hogy ez is mutatja azt, hogy a szemlélet mennyire változik. Most akkor nézzük egy távlati képet most, hogy néz ki Diósgyőr, ugye itt látszik, hogy azért itt azért történt egy és más kiegészítés, vagy ezen a képen is láthatjuk azért, hogy idáig volt meg a darab, hogy ezek az ablakok pont itt voltak-e, pont ilyenek voltak-e, hát ugye erről már nem lehet sok mindent tudni, de nem is ezt a képet szeretném mutatni, hanem a következőt, hogy hol állunk meg a rekonstrukcióval. Ugye ez a terv. Vagy hát ilyen a terv, hát aztán nem tudom mi lesz. Én azt gondolom, hogy nagyjából lehet törölni a műemlékjegyzékből Diósgyőr várát, mert ugye azt az elvet nem követi, turisztikai szempontból biztos baromi jó, meg használati szempontból, egy dolgot nem követ, hogy nem ártani a meglévő értéknek. Na ez biztos nem követi. Itt már egy önmegvalósítás sértő szándékig mondom, de az is van háttérben. De lássuk egy másikat, ami ugye nagy port vett fel, kapott is egy citromi az ikomosztól, amiért aztán cserébe az ikomoszt kapott egy savanyú a szőlődíjat a fűzériektől, ez a fűzéri vár. Hát ugye így néz ki most a fűzéri vár. Én most a várkápolnára szeretném a koncertnálunk a tisztelt jelenlévők. Ugye itt van ez a bizonyos várkápolna. Hát kérem szépen, mikor én műemlékes lettem 1976-ban, akkor az első kép szerinti állapotban volt a várkápolna. Így. Tehát ebből lett ez. Köztem volt egy állapot, hogy Oltai Péter tervei szerint ugye került rá egy sapka, és aztán hát ugye most így nézünk ki. Hát most az a baj ezzel, hogy a középkori dolgok egyet lehet tudni, hogy biztosan nem voltak szabályosak. Tehát még ha akarták sem nagyon sikerült. Tehát itt igazából van egy gyönyörű álom, ami mindenhonnan összecsipkedett, analógiákban összecsipkedett dolog. Na most itt az a baj, hogy ez az állapot, ami persze nem volt tartható, nyilván kellett vele valamit kezdeni, ez azért több száz éves állapot volt. Tehát nem arról volt szó, mint a Luzerni kápolna hídnál, hogy a következőben nekiálltunk és megcsináltuk. És még éltek azok, akik látták meg, mit tudom én, hanem csak így. Na, de azért most már a vége felé közeledve mutatnék még egy kedves dolgot. Szoktam mondani, hogy a Rodoszi kolosszusnak a rekonstrukció, az lenne egy szép dolog. Na hát kérem szépen, komolyan felmerült a gondolat, meg lehet keresni az interneten, hogy megépíteni, igaz, hogy csak az ötletet rekonstruálják, mert ezt nem tudják, hogy milyen volt. Ugye vannak ilyen fantáziaképek, de hát, hogy ilyen volt, azt nem tudjuk. Ugye az az érdekes, hogy földrengésben ledőlt a darab, és még a 600-as években is ott volt a ledőlt váza, aztán végül is arab kereskedők eladták ügyesen a részborítást, és aztán elfogyott a dolog. Na most ez a bizonyos, ez pedig kérem szépen egy belül járható múzeum szobor, ami 150 méter magas, ez csak 31 vagy 30 valahány volt, és hát előbb-utóbb szerintem lesz olyan, aki megvalósítja. Na most, ez az utolsó díja egyébként, már csak a köszönöm a figyelmet van, de még néhány mondatot még azért annyit mondanék, hogy a rekonstrukció esetében tehát az a szándék, hogy elveszett dolgokat vissza lehessen emelni, szerintem csípőből nem utálható el szakmai vagy tudományos alapokon, és
ha megengednek nekem egy kis kitérőt, ami lehet ezt a viacon kavarni, én ezért nem tudom elítélni a budai királyi várnak a rekonstruktív törekvéseit, vagy most ugye épül a lovarda, meg a őrségépület, meg a stöklépcső, mert semmi meglévőt nem pusztít, egy hiányos együttest kiegészít, biztos látszik rajta, hogy 21. század ilyen, tessék megnézni, milyen szerkezeteket csinálnak. Én magam például elég öreg vagyok ahhoz, hogy én még jártam az őrségépületbe, 1970-ben diplomázó építészként, kérem szépen, Cagány István Grobot felkerestem, valamilyen felmérési munka kapcsán. A köztének az idája volt, az őrségépületben ott állt, 100%-ig. Tehát abszolút sok minden tudható volt. Tehát az alapelvek szerintem a következő. Legyen rá valamilyen közösségi, hogy mondjam csak, szándék és igény, ahogy a krakói karta is azt mondja, hogy háborús konfliktus, vagy ugye itt van a szándékos műemlékpusztítások, ugye mostában sokat hallunk róluk, vagy természeti katasztrófa után nyilván megvan a joga és a lehetősége a rekonstrukciónak, akkor ha meglévő értéket nem pusztítunk. Vagy még egy utolsó, aztán tényleg leállítom magam, a Fertődi Eszterházi Kastély együttesben, ugye ott hiányzik az opera. Nem tudom, kinek hiányzik, sokaknak talán nem. Mindenesetre az is leégett, jó néhány száz évvel. Van egy kész tervre, egyébként Baliga Kornél megcsinálta, még Varga Kámán, mint jó volt a hivatal elnöke. Szerintem, ha megépülne Fertődön a kastélyütésben az operaház, senki nem gondolná, hogy ez az a bizonyos fényes Miklós korabeli operaház, csak pont olyan. Miután együttesnek a kiegészítésről van szó, az egész együttes szempontjából szerintem rendben van. Ennek ellenére, ezt annak ellenére mondom, hogy a Bagatell, ami ugye sokak által ismer szintén Fertődön, az a Szédevan Jánosnak a munkája, az pedig egy parafrázisa az egykori Bagatellnek, ami ugye fából volt, Hanzi pedig ugye betonból csinálta, és itt az is nagyon jó, egy korábbi korszaknak a megközelítése. Tehát én oda szeretnék konkludálni ebben a rekonstrukciós dologban, hogy nyilván érzelmek vannak az oldal, a mindkét oldalról, az ellenző, meg a buzdítók oldaláról is. Nyilván óriási anyagi érdek lehet például egy turisztikai programfejlesztésben. És ugye egy dolgot nem említettem még, ami a nagy kísértés, az információs technológia minden hatósággal vetett hit. Tehát ugye a rekonstrukció tervez építést egyrészt ezt nagyon használja, másrészt pedig hazamegy, és a gyerekében mondjuk játszik egy elkülönös játékot, és rájön, igaz, hogy most game over, de van még három életed. Na most a műemlékekkel ez nem így van. Szóval erre kellene vigyázni, hogy nem hamisítunk, nem pusztítunk, és a záró mondatom, hogy japán példa, Fukuokába járván, ugye Ikomosz közgyűlésen, ott is van egy romos vár, ott aki megy látogatóba, az nem azt fogadja, hogy megépítették valamelyik lehetséges fázisát, hanem kap egy tabletet a pofa, bocsánat a látogató, és amerre néz a tabletten, ott neki irtálisan rekonstruálja, hogy mi volt ott. Esetleg még ez mint a kronoszkópúi akvinkum, akik itt alasz hasonlít. Köszönöm a figyelmet!